Babics Mihály. Ritmus a könyvről. A magyar könyv ünnepére. Ó, nem mondjátok azt, hogy a könyv ma nem kell, hogy a könyvnél több az élet és az ember. Mert a könyv is élet és él, mint az ember. Így él. Emberben könyv, és a könyvben az ember. Tudom én, hogy ülj bár autód volánja mögött, vagy a gyárköt rapként, vagy a bánya, mostoha vagy édes, az élet leánya lelked, s csak a forró cselekvést kívánja. De jaj a cselekvés, jaj a híres élet! Próbáltuk eléggé, láthattuk mi lett. Csatatér a világ, s minden csuron vér lett, mióta az írást legyőzte az élet. És azt se mondjátok, hogy elég a könyv már, hogy sok is az írás, s elborít e könyv ár, s alacsony lármával tellik ma a könyvtár, ami volt szent kincsek csarnoka, és mencs vár. Ó, erőpítő bor, gyors csónak, tárt ablak, jó oktató, aki virgács nélkül oktat, választott hűbarát, ki soha se zaklat, de kész a hívásra, s mindig ad, ha adhat. Ki nélkül a nép, csak feledkező falka, emlékezett. Áradj szerte a magyarba. Jaj, nem elég minket kapcsolnod a múltba. Jelent a jelenhez kell kötöznöd újra. Jelent a jelennel, testvért a testvérrel, kös össze magyar könyv, dús közös eszmékkel, s elszorított fájó tagokba is érj el. Ne engedd zsibbadni, fussad át friss vérrel. Különös háló, mely országokat fog be. Ó, megmaradt fegyver, út messze szívekbe, ködön át, bústársak, törjétek küszködve s majd kis hálunk a nagyba, az egybe, az ember szellem szent hálójába, amely idegent is szelíd testvérségbe emel, mint titkos felhő, mely e földi vesztőhely szegény elítéltjét ég felé viszi fel. Április 23 az UNESCO kezdeményezésére 1996 óta Cervantes és Shakespeare halálának napja, egyben a könyv és a szerzői jogok világnapja. A világnap ötlete Katalóniából származik, ahol április 23-án hagyomány egy szár rózsát ajándékozni minden eladott könyv után. Szeressük a könyveket! Olvassunk minél többet!